Nemesince Péter, azt mindig szeretem bemondani azért, hogy Sepsiszentgyörgy Budapest. Ez így van. És a grafén. Igen. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot, és köszönöm a meghívást erre a rendezvényre. Én ugye nem high-tech és alkalmazott kutatás terén foglalkozom, hanem alapkutatásban. Viszont ugye az alapkutatás az, ami az igazán forradalmi technológiai és társadalmi fordulatokat tudja hozni, úgyhogy érdemes szerintem odafigyelni a grafén kutatási területére, ahogy a Gábor úr is elmondta. Most én fizikusként dolgozom az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben, és a grafén kutatás területén való munkáinkat szeretném röviden bemutatni. Azt hiszem, hogy nem mindenki természettudományos területen foglalkozik itt, úgyhogy egy rövid bemutatót azért fogok tartani, hogy mi is az a grafén, és miért érdekes, és utána fogok csak rátérni a saját dolgainkra. Na most azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy a grafit és a gyémánt az 100%-ban szénből áll, viszont nagyon-nagyon különbözőek a fizikai tulajdonságai. Ugye a grafit az egy jó elektromos vezető, nagyon puha anyag, nem átlátszó, a gyémánt az az egyik legjobb szigetelő, elektromos szigetelő, nagyon kemény, és ugye hát átlátszó a hölgyek kedvence. Most ezek a rettenetesen különböző fizikai tulajdonságok, mind az atomok, a szénatomoknak a konkrét térbeli elhelyezkedéséből származik. Ugyanakkor, hogyha rátérünk mondjuk szén nanoszerkezetekre, akkor mint amilyenek mondjuk a fullerének, vagy szénnanocsövek, vagy a grafén, ezeknek is nagyon-nagyon különböző fizikai tulajdonságai tudnak lenni, amelyek ugyancsak abból fakadnak, hogy a szénatomok hogyan helyezkednek el ezekben a rendszerekben. Most annyit érdemes még hozzátenni, hogy ezeknek az anyagoknak felfedezése és a kutatása a nanotechnológia fejlődését gyökeresen befolyásolta. Talán ezt is jól mutatja az, hogy a fullerének, valamint a grafén felfedezéséért is Nobel-díjat ítéltek oda. Nem Bíró László Péternek, azt azért kijavítanám, mivel nekünk a grafén felfedezéséhez nincs közünk, tehát azt angliai tudósok fedezték fel, viszont mi is nagyon aktívan részt veszünk a grafén kutatásban. Most mi is a grafén? Mi is a grafén? Ugye úgy kell elképzelni, mint egy grafit kristálynak egyetlen egy atomi réteg vastag síkja. Tehát ez egy olyan anyag, amelynek a vastagsága a lehető legvékonyabb, ugyanis egyetlen egy atomból áll. Sokáig nem is a fizikusok azt gondolták, hogy azt próbálták bizonyítani, hogy nem is létezhet ennyire vékony anyag. Most erre cáfoltak rá 2004-ben brit tudósok, amikor is sikerült előállítaniuk ezt az anyagot. És amint kiderül, ennek az anyagnak az előállítása nem is annyira nehéz, ugyanis ha mondjuk grafit ceruzával egy papírra húzok egy csíkot, akkor nagyon nagy valószínűséggel megtalálható grafén is ebben a nyomban, a papír felületén. Tehát mondhatnám, az előállítása majdnem olyan egyszerű, mint egy ceruzavonás. Most a fizikai tulajdonságai igazából azok, amik nagyon izgalmasak számunkra, ugyanis nagyon-nagyon jó elektromos vezető, nagyon könnyen meg lehet változtatni a vezetési tulajdonságait, tehát akár tranzisztorok, vagy a szilícium utáni mikroelektronika alapját is képezheti. Ugyanakkor átlátszó anyag, hiszen egyetlen egy atomi réteg vastag, tehát ezt kombinálva elektromos vezetőképességével, kijelzőkben és ledekben például nagyon jó elektródát tud képezni. Ugyanakkor erősebb a gyémántnál, magában a grafénsíkban. Nem tudom, mennyire pontos ez a számolás, de állítólag, hogyha lenne egy köbméter tökéletes grafén rétegem, akkor az körülbelül 4 kg-ot meg tudna tartani, anélkül, hogy elszakadna. Tehát ez mondjuk egy kis macskának a súlya, innen a kép.
Tehát egyetlen egy atomi réteg vastag anyag ennyire erős tud lenni. A felfedezése után elég rohamosan fejlődött a grafén előállítása, és ma már képesek vagyunk előállítani tetszőleges méretű ilyen grafén membránt, és ezt már mondjuk gyakorlati alkalmazásokba is megpróbálják használni, mint például, amint említettem, átlátszó és hajlítható elektronika. Tehát itt ezen a kis videón láthatunk egy bemutatót, amint egy grafénből készült érintő szenzort használ a kutató. Tehát ez eléggé meglepő, hogy a 2004-es felfedezése után mai napig már eljutottunk arra a szintre, hogy ebből kijelzőket és érintő érzékelőket tudunk készíteni. Most ugyanúgy, mint más szénszerkezeteknél, a grafén esetében is magának a grafén atomjainak a szerkezete, a nanoméretű szerkezete erősen befolyásolja a fizikai tulajdonságait. Tehát, hogyha kivágunk például egy szalagot ebből a grafén rétegből, akkor az nem mindegy, hogy milyen irányban vágjuk ki. Attól függően, hogy az úgynevezett most pirosan villó karosszék, vagy az itt látható úgynevezett cikcak típusú irányba vágjuk ki, nagyon erősen meg tud változni például az elektromos vezető képessége. És igazából ez az egyik tulajdonsága, ami miatt annyira nagyon izgalmas, hiszen hogyha ebből áramköröket akarunk létrehozni, akkor a grafénnek a megfelelő felszabdalásával elő tudnánk állítani egy áramkörnek mondjuk lényegében bármilyen elemét. No de mi az a nanoméretű olló, amivel ezt fel tudjuk vágni, és erre a kérdésre való válasz a rengeteg kutatócsoportnak a kutatási témáját képezi. Most az MTA-MFA-ban mi is foglalkozunk ezzel a kutatási irányjal, és a mi esetünkben egy úgynevezett pásztázó alagút mikroszkópot használtunk fel, amelyen a videón is látható módon atomi felbontásban leképezhető anyagoknak a felülete. Itt alul ez a zöld színű kép, az egy nálunk készült, az laboratóriumban készült atomi felbontású mikroszkópos kép a grafén felületéről. Tehát látszódik az a hatszöges szerkezete. Most ezt a mikroszkópot nem csak a felület leképezésére, hanem a felület megmunkálására is fel tudtuk használni. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy nagyon-nagyon pontos, majdnem atomilag pontos ilyen plazmavágó például. És itt látható két ilyen mikroszkópos kép, ilyen grafén, úgynevezett grafén nanoszalagról, amelyet az intézetünkben vágtunk ki. A mellékelt vázlaton pedig a mikroszkópos képen látható szerkezetnek az atomi szerkezetét mutatom be. Mint látható, itt két különböző, úgymond kristálytani irányú grafén nanoszalag találkozik, és ez elméletileg egy diódának a szerepét tudná átvenni egy adott áramkörbe. Tehát meg tudtuk valósítani azt, hogy jól meghatározott irányba, majdnem atomi pontossággal felszabdaljuk grafén felületét. Jelenleg a laboratóriumunk tartja világon a rekordot abban, hogy jól meghatározott irányú nanoszalagot, és csupán 2,5 nanométer szélességben tudtuk fölvágni. Tehát ez a szerkezet már úgymond egy szobahőmérsékleten működő digitális tranzisztor alapját is képezhetné. Egy másik módszerünk, amellyel sikerült ilyen grafén nanoszerkezeteket előállítsunk, az egy kémiai marásos módszer, amellyel ilyen hatszöges lyukakat sikerült vágnunk
grafén felületében. Ennek egy vázlata, egy ilyen móricka vázlata itt látható. És ennek a lyuknak is, hogyha megfigyeljük, ugyanolyan a szélein, ugyanolyan elhelyezkedésben találhatók meg a szénatomok. Továbbá ezeket a lyukaknak a pozícióját meg tudjuk nagy pontossággal határozni a felületen, azáltal, hogy a felületet előre mintázzuk, és így ugyancsak elő tudunk állítani ilyen grafén nanoszerkezeteket, úgynevezett cikcakkélű grafén nanoszerkezeteket. Most ezek a, mint mondtam, ezek a nanoszerkezetek még az alapkutatás témájában vagy alapkutatáshoz tartoznak, viszont van remény rá, hogy ilyen vagy hasonló szerkezetek majd valamikor átveszik, úgymond a paradigmaváltásnak a tárgyát fogják képezni, tehát a szilícium alapú elektronikát valami hasonló szerkezetek fogják leváltani. Összefoglalásképpen ugye azt el kell mondjam talán, hogy eddig is érződött, hogy a grafén kutatása elképesztő sebességgel fejlődik, rengeteg új eredmény jelenik meg, hogyha csak megfigyeljük az éves bontásban a megjelent tudományos publikációk számát, hát majdnem, hogy egy exponenciális növekedést láthatunk, tehát majdnem duplázódik minden évben a cikkek száma. És ez egy nagyon-nagyon kompetitív, nagyon sok munkát és odaadást kívánó terület, na meg hát kreativitást. Ugyanakkor a 2004-es felfedezése óta láthatjuk, már nagyon közel vannak például a diszplejekben, vagy kijelzőkben, vagy ilyen hajlítható elektronikában való alkalmazásai. Továbbá egy potenciálisan forradalmasítani tudja a mikroelektronikát. És az intézetünk, az MTA-MFA, ugye ebben a grafénnek a nanoméretű megmunkálásában sikerült olyan eredményeket elérjünk, amelyek hát mond világszínvonalon is megállják a helyüket. Meg szeretném köszönni a témában dolgozó munkatársaimnak, ugye ez nem csak az én munkám, hanem egy nagyon nagy csapatnak és a közös eredményei. Köszönöm szépen!